Szekszárdon 2016 ősze óta működik elektromos töltőállomás a piac mellett. Bátaszéken pedig 2017 óta lehet feltölteni az elektromos autókat. A Tolnai megyeszékhelyen 2018 nyarán egy újabb töltőállomást adtak át a strand parkolójában, és egyre több helyen, elsősorban bevásárlóközpontok parkolóiban lehet felfedezni elektromos töltőket, szerte a városban és Tolna megye több pontján. Egy nem hivatalos felmérés szerint közel 1000 töltőállomás működik az országban. Egy részüknél ingyen lehet feltölteni az autókat, mert egyes önkormányzatok vagy szolgáltatók átvállalják az eltöltés költségeit. Így van ez Bátaszéken is, ahol az önkormányzat működteti a töltőállomást, és ő is fizeti ki a villanyszámlát, ami havonta 4-5 ezer forintra rúg. Bozsolik Róbert, a várospolgármestere kérdésünkre elmondta, elenyésző ez az összeg, így ők ezt továbbra is fizetni fogják. Nem úgy, mint a többi szolgáltató, amik az idén nyáron jelentették be, hogy fizetőssé teszik az elektromos autók töltését. Eltérő azonban, hogy melyik szolgáltató milyen tarifarendszert dolgozott ki. Van, ahol megkezdett töltésenként egységes az ár, van, ahol a tankolt áram mennyiségétől, van, ahol az eltelt időtől függ a tarifa, de akad, ahol e lehetőségeket tovább vegyítik. Az Elmű Émásznál például augusztus 1-től kilowatt óránként 10 forintról 99 forintra nőtt a tarifa, így megközelítőleg 1300 forintból lehet egy magas kategóriájú elektromos autóval 100 kilométert megtenni. Ugyanez egy benzines autóval 2300 forintra jön ki. Egyes kutaknál fix az összeg, független a felvett energiától és az eltöltött időtől, máshol ezt mérik. Nehéz tehát kiigazodni azon, hogy mennyibe kerül az elektromos autó feltöltése, és mindent egybevetve olcsóbb-e azt működtetni. Ha ugyanis hozzávesszük, hogy milliókkal drágább egy elektromos autó, mint egy benzines, akkor nagy kérdés, hogy a fizetőssé vált töltéssel mennyire éri meg egy elektromos autót megvenni. Még úgy is, hogy akár állami támogatás is igényelhető a vásárlásához. Eközben a környezetvédelmi szempontok is megkérdőjeleződtek egy tanulmány szerint.